Manci, a 9 éves Foxy lány, naponta 4 alkalommal sétál gazdájával, Kulics Ilonával, aki elmondta, az esti órákban tesznek meg hosszabb távot, napközbeni túráik pedig hőmérséklet függők. Bár Manci jól viseli a 30 fok fölötti meleget, mégis gazdája ebben az esetben a szokásosnál is jobban odafigyel komfortérzetére. Rengeteg vizet kap. Nagyon sok vizet kap mindenképpen, illetve ha nagyon meleg van, akkor nem hozzuk le, hanem majd amikor a levegő lehűl legalább olyan hőmérsékletre, ami nem zavarja őt. Lili, a Yorkie, a legtöbb időt az egyetem parkjában tölti. Bár a meleget ő is jól viseli, gazdája minden sétára igencsak felkészül. Hozom a vizet, meg árnyékban vagyunk általában. Tehát árnyékos helyre húzódunk, és akkor ő ott elsétálgat a fák alatt. És milyen távú sétákra szoktak menni? Hát általában olyan másfél-két óra. Na, az úgy van, hogy reggel fél ötkor, aztán fél tízkor, és akkor fél háromkor, és akkor még este egyet. Gyakorlatilag az egész napomat vele töltöm. Hányás hasmenés, gyors lihegés. Csak néhány tünet a kutyáknál jelentkező hőgutát illetően. Dr. Bálint Anita, a Túri Állatkórház orvosa azt mondta, az ebek normál testhőmérséklete 38-39,2 Celsius fokig tart, hőgutában pedig akár 41-42,5 fokig is emelkedhet. Ilyenkor már nagyon súlyos tünetek vannak, a gazdi azt látja, hogy kipirultak a nyálkahártyák, zihál a kutyus nyugalomban is, hörgésszerű hangokat ad, ilyenkor azonnali állatorvosi feladat az ellátás, ugyanis eszméletvesztéssel, komatózus állapottal is járhat. Fontos a hűtés, infúziós terápia, és nagyon fontos, hogy mielőbb állatorvosi segítséget kérjenek a gazdik. Sokszor előfordul az, hogy egy jó nagy séta után, akár este vagy éjszaka veszik észre a gazdik, hogy valami nem stimmel a kutyussal, mert járkár, liheg. Ilyenkor beszélünk a hőtorlódásról, ugyanis egy délutáni séta után, akár éjszaka is lehet rosszul a kutyus. Ilyenkor ez azt jelenti, hogy nem tudja leadni megfelelően a hőt, hiszen ők nem tudnak úgy izzadni, ahogy mi. Tehát a talpárnákon, illetve a liegéssel tudják leadni a hőmérsékletet, és hogyha több a hő, mint amennyit ugye le tudnak adni, akkor sajnos előfordul az, hogy a hőtorlódás következik be, és hőguta. Tehát nagyon fontos észben tartani. Kifejezetten kell figyelni a rövidőrű kutyafajtáknál, a mopsra, a francia angol buldogra, boxerre, csivavákra, sicukra, mert nekik eleve rövidebb az óruk, sokkal nehezebben kapnak levegőt, tehát ezeket a pácienseket sokkal gyakrabban látjuk ilyen esetben a kórházban. Dr. Bálint Anita szerint a nagy meleg idején nem árt néhány tanácsot betartani kis kedvenceink érdekében. Akár reggel, este, inkább kora reggeli, késő esti órákban sétáltassuk a kutyust, illetve nagyon fontos az, hogy folyamatosan legyen vízellátottság. A kutya, illetve az állatok, a cica is, a kisállatok tudják azt, hogy hol jó nekik, de hogyha nem tudnak választani egy hűvös padlót, egy hűvös talajt, akkor ugye kezdődik a probléma, mert hogyha választási lehetőségük van, akkor ők odafekszenek, ahol jó nekik. Tehát az esetek többségében ők ezt tudják, de ugye ha nincs választás, akkor előfordulhatnak problémák. Friss víz, hideg víz mindig legyen, sőt, ugye sokan utaznak társállatokkal, kutyával, macskával, akár nyuszival is, rengeteg nyuszi páciensünk van. Ilyenkor azt szoktam javasolni, hogyha ugye kis szállítóboxban történik a szállítás, akkor tegyünk be vizes palackokat, akár jégakút hűtve be lehet tenni a kutyus mellé, lehet kapni nagyon-nagyon jó hűtőpárnákat, azokon is lehet szállítani a kutyust, cicát. Az Országos Meteorológiai Szolgálat tájékoztatása szerint a hétvégére visszatér a kánikula, vasárnap már 35 fokot mérhetünk.